Időközi polgármester választást tartottak vasárnap Zalaszabarban. A település lakói két független helyi jelöltre szavazhattak. A legtöbb voksot Oncz Péter kapta. 2020. augusztusában mondott le polgármesteri tisztségéről Takács Péter. Az időközi önkormányzati választást akkor novemberre írták ki, ám a szavazást a veszélyhelyzeti intézkedések miatt nem tudták megtartani, és csak vasárnap választották meg Zalaszabar új polgármesterét. A 450 szavazásra jogosult lakóból 179-en voksoltak. Oncz Péter 16-tal több szavazatot kapott, mint ellenfele Takács Béla. A választás napján a Giro d'Italia mezőnye áthaladt Zalaszabaron is, a helyi választási bizottság elnöke szerint ez nem befolyásolta a szavazás menetét. Előre értesítve voltak, hogy ilyen akadály van, tehát erről mindenki tudott, és úgy intézte, hogy nem ebben az időszakban érkezett. Egyébként a belső faluból bárki tudott jönni, tehát onnan nem volt akadálya.